A legkisebb diákoknak tartotta közmeghallgatást a Városháza dísztermében. A terem szinte teljesen tele volt alsó tagozatosokkal, akik nagyon aktívak és érdeklődőek voltak. A Tataváros önkormányzata és a Tatai Városi Diák Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásnak köszönhetően az önkormányzat vállalta, hogy a képviselőtestület évente egy alkalommal diák közmeghallgatást tart a 6-12 éves korosztály számára. A közös megbeszélésen részt vett Balázs Viktor, az önkormányzat ifjúsági referense, valamint Koronci Szabolcs, diákalpolgármester is. Szeretnénk meghallgatni az elsőtől hatodik évfolyamosoknak, tehát az elsőtől hatodik évfolyamos diákoknak is a gondolatait, az ötleteit, mert szeretnénk bevonni az egész tatai diákságot, nem csak a felsőbb éveseket, nem csak a gimnazistákat, hanem a kicsiket is szeretnénk bevonni egészen a legaljától, hogy milyen ötleteik vannak és mit szeretnének Tatán fejleszteni. Szerencsére nagyon sok segítséget kapunk, és ezt próbáljuk meghálálni, ugye ezért szervezte a Tavidők ezt a diák közmeghallgatást, és a szemétszedés is emiatt jött létre, hogy megpróbáljuk meghálálni az önkormányzatnak a támogatását. Minden évben meghirdetjük ezt a diák közmeghallgatást, melynek célja, hogy tapasztalatokat gyűjtsünk, hogy a diákoknak mire van szüksége, mit igényelnek, hogy a jövőt együtt hogy tudjuk tovább építeni, mire lenne szükségük, milyen ötleteik vannak, és ezeket gyűjtjük ezeken az alkalmakon. Nagyon fontos, hogy az ifjúsági klubot újra életre keltettük, amelynek célja, hogy a diákokra szabja a tevékenységét, és ahhoz is várjuk most az ötleteket a mai nap folyamán, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan jelentek meg. Az iskolákba kiküldtük ezt a lehetőséget, hogy a közmeghallgatáson részt lehet venni. A diák önkormányzat mellénk állt, nagyon aktív, nagyon próbál velünk együtt dolgozni a diákság jövőjéért, amit nagyon köszönünk nekik, és meg is látszik az eredménye, mert rengetegen vannak, és bízunk abban, hogy a mai alkalommal olyan ötleteket tudunk összegyűjteni, mivel egy új programmal tudunk indítani a 2016-os évre, hiszen ennek az összeállítása ezekben a napokban várható, és reméljük, hogy a 2016-ot a gyerekekre fogjuk tudni szabni. Az idei közmeghallgatáson nagyon aktívak voltak a gyerekek. Egymás után sorolták kérdéseiket és mondták el véleményüket. Kívánságaik sorában többek között új kerékpárutak és játszóterek szerepeltek, de szó esett a város ivókútjairól, a könyvtárról, a megújult Kossuth tér lehetséges programjairól és a helyi sportolási lehetőségekről is.